Na, szóval, üdvözlet! Wow, ezt nézzétek, kicsit meredek a szállásnak a lépcsője. Na, üdv mindenkinek akkor Bukarestből, Románia fővárosában vagyunk, ugyebár, és ja, ez a szállásom, Old Centrum Bukarest, tök jó kis hely. De most már erre jöttem, bakker. Arra. Ja, arra. Na szóval, arról van szó, hogy ma reggel már voltam kint egy kicsit, azonban hát csúnyára fordult az idő. Esett, minden van. Ezt a kurva, miket kell itt átlépnem? Na, egyelőre az első benyomásom. Várjátok egy kicsit. Na, csak meg kellett húzni az övem. Egyelőre az első benyomás Bukarestről az, hogy építészetileg nagyon hasonlít Budapesthez. Talán annyiban különbözik egyelőre, hogy nagyon sok a graffiti, ami persze nincs semmi gond, de ja, feltűnően sok, tehát tulajdonképpen minden második épület össze van firkálva. És nem úgy, mint mondjuk Tiranában, hogy szép kis street artok, meg ilyesmi, hanem hát itt minden. Olyasmit látjátok? Tehát minden. Minden össze van cseszve. Hülye tegekkel. Ha egy-kettő lenne, az oké lenne, meg ha lenne mellett olyan, ami jó, az se lenne gond. Na, de mindegy. Azon kívül kimentem reggel egy piacra, amire angolul csináltam a videót, viszont hát nem volt olyan könnyű, nem volt ott rajtunk kívül senki, aki turista lenne, és a kamerával eléggé néztek az emberek. Ami még nem is volt olyan nagy gond, de egyszer szóltak is, hogy ne filmezzek, meg ilyenek. Az se gond, nagyon jó felé jövök. Most is néznek amúgy, tehát Tiranában nem néztek ennyire. Itt azért eléggé. Semmi gond. Merre kell mennem, várja. ja, közben megnéztem. Összeállítottam egy 7-8 pontból álló Google Maps-os úti tervet. Templomok, parlament, tér, meg valami, még valami tér. Most hirtelen jutnak eszembe a nevek, de mind le van írva. És amikor odaérünk, akkor mindegyikre rákeresünk Wikipédiára, és elmondom, hogy mi az. Valamit tudok az évadamtól is. Majd villogtatom a tudásom. Na szóval, első állomásunk az a parlament lesz, ami egy nagyon érdekes épület, de ezt majd elmondom, amikor odaértem. Az annyira talán nincs olyan messze, egy 20 perc. A többi az meg így elszórva benne a belvárosba. Egy-kettőt már láttam, de még nem tudom pontosan, hogy mik voltak azok. Csak ilyen látványosságnak néztek ki. Na szóval. Ja, egyelőre amúgy tetszik a város. Nagyon olcsó. Tehát tömegközlekedés az nagyon olcsó. Villamos az reggel az szinte ingyen volt. Hát azért már nem vettem egyet. De így alapból is elég jó olcsóságok vannak. Például a reptérről be a busszal 3 lej volt, ami kb. 260 forint. Életemben nem buszoztam még ilyen olcsón, ami reptéri busz. Tehát majdnem több mint egy órát ültem rajta. Mondjuk ez a dugókra volt úgymond visszavezethető. De még Ázsiában sem ilyen olcsó egy reptéri busz vagy vonat. Na mindegy. Az lesz, hogy most akkor megkeressük, hogy merre kell menni. Valahol át kell kelnem. Szevasz, galamb! Valahol át kell kelnem a folyón, vagy patakon. Aztán jelentkezek, jó? Elállt az eső, hála az égnek. És talán ma már nem is fog annyira esni.
Úgyhogy ha még a nap is kisüt, akkor még szerencsénk is lesz. Na, jelentkezek a parlamenttől. Vagy ha addig látok valami érdekeset, akkor majd mondom. Na, most vesz. Jó van. Szerintem az előbb nem vett. Na, ha minden igaz, ez itt ma a parlament. Csak valahogy meg kell kerülnöm, hogy szerintem ez szemből lenne jó látni, vagy hogy van ez. De elég brutál nagynak tűnik. Itt meg valami random játszótér. 500 csúszdával. Bukarest brutalizm. Na, próbálunk kijutni a parkból. Aztán megnézzük a parlamentet, úgymond szemből, vagy hogy vagyunk. De szerintem, az meg nem van, hogy lefejeljek. Ja, valahova oda előre kéne menni. Nem tudom pontosan, de valahogy képekről úgy nézett ki, hogy van egy ilyen tök jó tér előtte, ahonnan ilyen szemből látszik a cucc. Megkeressük azt a teret, ne izguljatok! Ja, szerintem itt jobbra, vagy valami ilyesmi. Na szóval, itt vagyunk a parlamentnél, éppen most itt állunk előtte. Hát, ja, impresszív, azt kell, hogy mondjam. Egy-két fun fact erről a nem kicsi épületről. Elvileg a világ második legnehezebb épülete, vagy valami ilyesmi. Azt hiszem a gízai piramisok egy nagyon kicsivel nehezebbek, mint például az épület itt mögöttem. Több mint 1100 szobája van, aminek 70%-a amúgy üres. Nem nagyon van. Hiába ugye itt van a parlament, ülésezés, stb. Azonban a hely nagy része üresen áll belülről. 365.000 négyzetméter az alapterülete. 80-valahány méter magas, 200-valahány méter széles. Ja, elég brutál épületnek néz ki. Ugye Ceausescu idején épült, ha minden igaz. A világ legdrágább, aztán 6 milliárd euró az értéke, és ezzel a világ legdrágább ilyen adminisztratív célú épületévé vált. Azt hiszem területileg meg így súlyra is, talán csak a Pentagon nagyobb nála, vagy valami ilyesmi. De ebben nem vagyok biztos, mert amit bár itt most mondtam, azokba se. Mit is mondhatnék még erről a csodálatos épületről? Be lehet amúgy menni, de azt hiszem be kell jelentkezni, meg ilyesmi. Most erre nyilván nem fogjuk az időt pazarolni. Ja, elég kemény. Azt hiszem a fenntartása is több millió euróba kerül, tehát egy nem mondanám, hogy túl nyereséges az üzemeltetése ennek az óriási épületnek. De ja, azért persze, meg kell, hogy nézzük. Jól néz ki. Amúgy, tehát igazából azért néz ki jól szerintem, mert ilyen hatalmas a méretei miatt. Tehát innen a kamera is szerintem nem adja át amúgy. Tehát már ilyen percek óta sétálok itt végig a fal mellett, hogy egyáltalán ideérjek a közepére körülbelül. Tehát azt mondja, ki tudja jön ott arra a sarokban. Megnézem, mi van ott a sarkon, mert ott is van valami fura épület. Aztán szerintem majd erre fele jövünk vissza. Mindjárt. Ja, szóval román parlament Bukarestből. Na szóval, ja, átkeltem itt az utam, mert valamit, nem tudom, valamit építenek itt szerintem, valami karácsonyi vásár, vagy arról sem tudja, de ezeken a 4-5-6 sávos utakon tök nehéz úgymond átkelni, úgyhogy nagy nehezen át tudtam, mert sehol nincsen zebra, mármint úgy értem, hogy a következő zebráig ilyen 10 percet kell
ez mi a szar, hogy sétálni. Ide meg nem lehet bemenni, ahonnan a legjobb kilátás lenne az épületre, oda pont nem lehet bemenni. Na mindegy, elmegyünk még oda a végére, talán még onnan lehet lőni egy képet, aztán kb. Ennyi. Közben újra elkezdett esni. Miért ne? Hogy rohadna meg. Wow! Azért brutálul néz ki. Innen még nagyobb, te atya ég, ugye lenne lent, nem is láttam a bejáratát neki. De innen most már igen. Igazából minél távolabb megyünk, annál jobban látszódik, hogy mekkora is ez az épület. Szegény bácsi, azt hitt, hogy róla beszélek, vagy nem tudom. De ja, elég durván nagy. Na mindegy, ennyit erről, menjünk tovább. Következő állomás. Most hirtelen nem is tudom, hogy mi lesz az, de mindjárt megnézem. Megint csöpög. Húha, itt már készülnek a... Csinálj egy olyan képet, hogy éppen sétálok. Látjátok, hogy emelkedik az a talp? Így készül az éppen sétálok kép. Bárcsak valami csinálna valaki egy ilyet. Vajon belesételjek, vagy ne? Ú, szegény csávó. Jobb lesz, ha átkelek. Nehogy már élontsam el itt a sétálós képüket. Közöljék itt azért gyönyörködjünk az épületről. Meg ez a elég kemény mi a neve? Sugárutszerűség. Elég durván néz ki. Jaj, bárcsak lenne nálam most egy Kugler matrica, ide felrakhatnám. De nincs. Ja, gondolom itt lesz a karácsonyi vásár előtte. Nézzétek, ott van az órára írva, hogy parlament. Ezek mondjuk tök jól néznek ki. Na. Baszki, hol vagyok? Megint össze-vissza. Most itt mi van? Ja. Remélem nem jön a villamos. A fonódó villamos. Na igen, itt az ebben jó van. Na szóval. Hú, kezd meleg lenni, amit csöppet sem bánunk. Na, eljutottam egy impozáns, rohadt nagy szökőkúthoz, ami talán még zenél is. Mondjuk az lehet, hogy nem, hanem lehet, hogy ezt összekeverem valami másik ország, másik szökőkutyával. Be lehet menni. Ja, jó. Ja, tehát elég királyul néz ki ez a szökőkút. Mármint gondolom akkor a legjobb, amikor van benn víz. Most az nincs. De... Ja, azért vízzel elég kemény lehet, mondjuk nyáron, vagy valami ilyesmi. Oda nézzetek. Ja, szóval szép kis szökőkút, csak így víz nélkül. Nem más, mint kábel, meg szivattyú rengeteg. Ugye? Ja. Meg egy rohadt nagy körforgalom, aminek a közepén van egy ilyen víz nélküli szökőkút. Na mindegy, amúgy is erre kellett jönni. Tehát csak azért rejtettük útba, mert amúgy is erre jöttem volna. Ja, úgyhogy megyünk is innen most ki. Valami templom jön most, amiből még rengeteg lesz ma. Azt, hogy előre kell bocsátani. Ja, de durva lehet, hogy itt mindegyik csapatja fel a vizet, mondjuk nyáron vagy. Nyáron, este, valami fényjátékkal. A helyi augusztus 20-án, mondom én, mondjuk nem tudom, mikor van. De, ja, elég király lehet.
Na mindegy, itt is voltunk. Szerintem sok hasonló templomot, mint az ott fogunk a mai nap még látni. Most bemegyünk itt egy kis utcába, ami elvisz egy másik templomhoz. Egy 15. századbeli ortodox mi a neve? Monasteri. Mi az? Kolostor. Hoz. Na, most én vagyok rossz helyen, vagy nem tudom, vagy a rendőrség van itt, de minden második autó rendőrkocsi. De ha minden igaz, erre kell menni. Az előbb egyik kocsiból nagyon néztük is. De nem hinném, hogy ez szabálytalan lenne itt rendőrautót filmezni például. Mondjuk miért filmezném? Ja, remélem megéri ez a kolostor, mert egy kisebb kitérővel kell oda eljutni. Aztán, ha jól látom, ja, 14%, és hogy ott 10-ét is ellemet is cserélünk. Elvileg itt lesz jobbra. Legalábbis nagyon remélem. Hú, ez a videó, ez szerintem hosszú lesz. De ez lesz ilyen főlátványosságos videó, vagy hogy mondják ezt. Majd szépen elnevezem valami hangzatos címnek, hogy sokan rákattintsanak. Először azt hittem, hogy ez a kicsike épület, amiért ide jöttünk. De nem, ez valami kápolna-szerű. Ami a másik, ahol jöttünk, az viszont itt van benne. Radu Voda. Húha. Jól néznek ki. Na, ide jöttünk. Itt kell felmenni. Most nem tudom pontosan, hogy én ide egyetlen bejöhetek el, vagy ez belépős, vagy... Még nem tudom, de mindjárt kiderül. Mennyi gyertya. Wow. Elég szép. Elég szép, elég nagy. Azt a mindenségit. Jó, ez azért ez megérte a kitérőt. Ez nagyon szép egy templom. A 15. század beépült, ortodox. Ilyen kolostor, vagy micsoda. Szép nagy. Éppen harangoznak, mint hallhatjuk. Megnézzük előről is az épületet. Mert az is lehet, hogy be is lehet menni. Az lenne a nagyon király. Gondolom nagyon szép lehet belőről. Itt is van valami. Lumanarar. Wow! Elég jól néz ki. Ja, megnézem, hogy vajon be lehet-e menni. Csak előbb találok egy jó képet. Azt a mindenit. Hát, díszes. Nagyon díszes épület. Wow! Ah!
Na. Nyilván az ilyen helyeken ugye nem élik benne semmit se beszélni. Nem tudom, hogy ott pont mik történtek. Szerintem valami áldás, vagy gyónás, vagy nem tudom. Abban mi lehet? Jaj, bakker. Jó. Hát figyelj. Na, megérte a kitérő. Szép egy épület, nagyon. Főleg bentről, hát milyen részlet gazdag volt, mert atya ég. Meg nem is tudom, hogy működik ebből az ortodox vallásból itt a téma. Mármint arra mondom, hogy mi a neve? Gyónás, meg ilyenek. Nézzétek el, nekem nem vagyok túl jó semmilyen vallásból. Nem az én napi cselekedeteim részét képezik, bármifajta imádkozás, de nagyon érdekel az, hogy mi hogy történik, milyen vallások vannak, ki hogy csinálja. Szóval... Igen, éppen ezért látogatok mesetekbe is, mert valamilyen szinten ez szerintem nagyon érdekes. Meg jó, és szép építmények, na. Tehát azért ott tartja a kezébe a bácsi. Na. Akkor menjünk ki. Következő helyszín következik, ami most nem tudom mi, de majd megnézzük. Hát itt mi történik? Temetés? Vagy csak sima izé? Sima énekelés van? Ja. Na, menjünk visszafele. Úgy döntöttem. Nos, az előbb kicsit el kellett rakni a kamerát. Jöttem a buszmegállónál, volt ott egy csávó, ilyen rocker haja volt, cof, meg minden. Aztán izé, mosolygott bakker, meg ilyen izé, nagyon nézett. Ez még nem is lett volna baj, mert az oké, hogy bejövök neki, de utána, amit elkezdett követni, ilyen szépen lassan, na itt is van valami templom. Rájám erre? Erre? Hol tartottam? Ja igen, elkezdett követni, de ilyen fura, ilyen zsebretett kézzel, ilyen lassan. Olyan volt, mint... Jaj, bakker, én erre voltam tegnap kajálni. Most esik le. Szóval így elkezdett követni. Akármelyre fordultam, kis utcákba, jött utánam. De aztán bejutottam egy ilyen parkoló részre, ahol lemaradt, és onnan már nem tudott úgymond lépést tartani. De ja, elég fura egy gyerek volt. Na mindegy, megyünk tovább, következő állomás az egy zsinagóga lesz.
Na szóval azt mondják, hogy ennél beljebb nem mehetünk. Egy bácsi mondta. Én pedig hiszek a bácsinak. Szóval, hogy a most fennálló elég kemény szituációk miatt valószínűleg kicsit jobban végig a zsinagógákat, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért se lehet szerintem se bemenni, meg lehet még az udvarra se nagyon. Egy képet engedett lőni még a telóval, aztán ennyi volt. Ja, mindegy. Nem gáz. Istenedet. Ijeszgetsz. Egész magán kis aluljárok. Mindenféle ilyen diszekkel. Diszes dolgokkal. Átvágunk itt a fő ilyen út alatt, és úton vagyunk a következő állomásunkra. Szerintem ez azt jelenti, jaj, már tudom, mit jelent. A római birodalom területét akkoriban? Ha minden igaz? Aha, az lesz, Galícia, Pannónia, igen. Nem tudom, mennyi látszódik belőle. Szóval azért hívták ezt egy latin átjárónak, ha minden igaz. Erre pedig voltunk este, erre az Old Town-ban, de még majd ma is megyünk. Historic. Ja, ez az egész olyan Old Town-nak a térképe. Na mindegy, ezt majd még úgyis felfedezzük később. Most megyünk itt fel. Kíváncsi lennék, hány templom van amúgy Bukarestben, mert ott is van egy a túloldalon, ami mondjuk nem látszódik. De ja, rengeteg templom van. Ez a Luca, nevű ilyen kis korsételmi kajáda cucc. Na, mi is ki fogjuk próbálni. Nagyon mindig hosszú sorok állnak előtte, főleg ugye kaja időben. A következő helyszín az pedig erre lesz felfele, a Revolution Square felszabadulási tér, vagy valami ilyesmi. Ja, érdekes és sok történelmi eseménynek volt a helyszíne, ahol most tartunk. Közben elhagytuk itt egy-két kormányzati épületet, meg ha jól látom, ja, akkor itt lesz ez a tér. Ez meg itt egy újabb szép kolostor, templom. Ez is jól néz ki. Ennek most hirtelen nem tudom mi a neve, pedig direkt figyeltem. Ja, lehet, hogy ebbe is be lehet menni, de lehet, hogy ezt most nem nézzük meg belülről. Mindenesetre ez is jól néz ki nagyon. Új, itt megint nézegetnek, hogy ki kameráz, mit kameráz, stb. Nem tudom, hogy hol van itt ez a fő tér. Az igen. Szarháziak. Ja, nem jön le, pazd meg. Na. Merre menjünk? Erre? Megnézem, hogy itt van-e valami fő izéje ennek a térnek. Talán ez az épület mögött. Vagy nem tudom. Mindjárt kiderül.
De mindegy, a Google Maps szerint már voltam ott azon a téren, a Evolúción, tehát a felszabadulási tér, vagy mi a nevén, ahol Ceausescu-nak volt pár durva beszéde, meg elvileg onnan ki is menekítették helikopterrel, meg ilyesmi. De hát később nagyon jól tudjuk, hogy mi történt vele, ugyebár. Belebukott az is. Hát reméljük, minden diktátor egyszer úgy jár, igen. Ja, ez egy ilyen diktátoros kirándulás. Enver Hoxha, ugye Albániában, akkor itt Ceausescu. Ja. Fú, most megint meleg van. Most hol ez a tér? Na mindegy, még elmegyünk itt oldalt. Megnézem, mi van. Ez is érdekes épület, nem tudom pontosan, hogy mi. Valami színház, vagy ilyesminek néz ki. Ja. Ja, mint kiderült itt bent, ez a képzőművészeti múzeum, vagy népművészeti, ha úgy jobban tetszik. Ja, most pedig megyünk egy ilyen Forum Románum, egy régi ilyen opera, koncerthely, vagy nem is tudom micsoda. Ja, oda tartunk. Azutána valahol már jó lesz majd megpihenni. Kicsit azért már fáradunk. Egy pár órás kör azért már van a lábunkba. Meg egész sok látnivalót elég jól ki tudtunk már pipálni. Lehet, hogy ez a izé? Amit az előbb mondtam? Aha! Hú, de jól néz ki. Ez nem is volt olyan messzi. De jó! Na mindjárt közelebb megyünk, aztán megnézzük közelebbről is. Nos, elértünk ide. Ez a Románian Amphitheatrum, ami ugye egy láthatóan, nézd már, Michelangelo, eléggé neoklasszicista stílusban épült fel. 1888-ban kezdték el építeni, és 897-ig tartott, amíg ugye felépült. Hatalmas freskók vannak benne. Ez tulajdonképpen egy ilyen koncerthely, európai kulturális helyszín, ne is avatták, választották, meg hát eléggé a Bukarestnek egy, hát egy nagyon szép kis épülete. Most nyilván ugye nincsen nyitva, de láthatjuk, hogy hát nem kicsi. Ja, nagyon szép épület, ide is eljutottunk. Amúgy tele van Bukarest ilyen épületekkel, tehát most már megértem tényleg ezt a Kelet-Párizsa kijelentést a városról, mert tényleg hatalmas sugárutak jellemzik a várost, tényleg ilyen 4x4 sávos utakon kell átkelni néha, ahol sehol egy zebra, csak 100 méterekkel arrébb. Ez a kis park is egész jó. Igen, szóval viszont mint minden nagy világváros, Bukarest is azért megtermel, mint Bukarest is azért tele van a saját kis hát gondjaival. Rengeteg a hajléktalan, tegyük hozzá, akkor nagyon sok a valamilyen szinten tehát szellemileg sérült ember. Tényleg az előbbi saját láttam, nem hittem el. Egy random bácsi kb. 5 percen keresztül nézte, még tovább is, csak én már eljöttem, a galambokat ilyen lehajolva, és így bácsinak közbe folyt a nyála. Ahogy nézte a galambokat, ahogy esznek valamit a földről, valami maradékot. Ja, szóval mindegy, ebben nem is akarok belemenni, majd ezt elmondom úgyis podcastban.
a véleményemet a mindegyik város, ahol most jártam. De ja, azért tényleg nagyon sok a hajléktalan, de nem annyira durva, tehát nem az van, hogy tulajdonképpen kinézik a kezedből a telefont, vagy a pénztárcát, vagy bármi ilyesmit, tehát nem erre kell gondolni, de minden esetre, ja, azért amikor villamosoztam reggel, a tömött villamos, azért fogtam mindenemet, meg még az elején a mai sétának ott volt egy három roma nénike, eléggé kiabált valamit, meg magyarázott. Én mondtam, hogy no money, de ez nem sokat segített rajtuk. Na mindegy. Nem is tudom, hogy most hol megyek. Szerintem megyek vissza a belvárosba, megint kicsit fúj a szél, megint elbújt a nap, megint csöpög az eső. Úgy látszik, ez egy ilyen nap, már egyik nap. De most megyek vissza a belváros fele szerintem. Úgy érzem, hogy ez a videó ez most elég hosszúra sikerült, úgyhogy szerintem ezt be is fejezzük itt most, mögöttem ez a szép építménnyel. Következő videó majd nem is tudom, hogy miről lesz, de lehet, hogy lesz külön erről az oltárról. Ja, úgyhogy találkozunk a legközelebbiben. Szevasztok!